Belgrádban tárgyalt a szerb államfővel Orbán Viktor miniszterelnök. Azt mondták, Magyarországnak és Szerbiának ki kell maradnia a háborúból. Ismét béketárgyalásokat sürgetett Oroszországgal Volodymyr Zelenszkij, közben az orosz hadsereg behatolt Mariupolba. Már 3 milliónál is többen menekültek el a háború elől. Hozzánk eddig mintegy 500 ezeren érkeztek, de mindenki kap segítséget. És mától lehet leadni a levélszavazatokat az országgyűlési választásokra. A külképviseleteken hosszabbított nyitvatartás lesz. Ez a Híradó délben az M1-en és a Dunán. Jó napot kívánok, Ábrahám Viola vagyok. Ukrajnában továbbra is dúl a háború, és nem látszik, mikor lehet vége a harcoknak. Volodymyr Zelenszkij hajnalban újabb videóüzenetben az eddigieknél is határozottabban követelte a béketárgyalásokat Oroszországgal. Az ukrán elnök azt mondta, idézem, itt az ideje tárgyalni, itt az ideje helyreállítani Ukrajna területi épségét és igazságát. Hozzátette, ha nem lesz béke gyorsan, Oroszország akkora veszteségeket fog elszenvedni, hogy abból nehezen fog talpra állni. Ezek a nem hivatalos drónfelvételek a mariupoli pusztításról készültek. Kiégett, elnéptelenedett lakóházak, üzletközpont. Az orosz hadsereg napok óta lövi a stratégiai fontosságú várost, amely szárazföldi úton helyezkedik el a Krimfélsziget és a Donyec medencei szakadár területek között. A város polgármestere a BBC-nek megerősítette azokat az orosz bejelentéseket, miszerint a harcok elérték Mariupol központját. Vadim Bocsenko azt mondta, a lakóépületek 80%-a megsemmisült az orosz támadásokban. A városból mindenki menekülne, de a humanitárius folyosók is folyamatos tűz alatt vannak. Pénteken mindössze 5000 ember tudott kijutni Mariupolból. Vannak, akik már elérték a most még viszonylag biztonságosnak számító nyugat-ukrajnai Lvivet. 2 hétig villany, víz és fűtés nélkül voltunk egy pincében. A kezemet mutatom, így néz ki egy kórházi ápoló keze, mondta egy nő, akinek sikerült kijutni a Mariupolból. A BBC úgy tudja, 400 000 ember rekedt a városban. Amerikai értesülések szerint a harcok olyan intenzívek Mariupolban, hogy a város valószínűleg hamarosan orosz kézre kerül, ukrán források pedig megerősítették, hogy Mariupol elveszítette kijáratát az Azovi-tengerre. A BBC szerint 130 embert már kimentettek abból a színházépületből, amelyet szerdán ért bombatámadás, miközben civilek bújtak meg az alagsorban, de még 10-szer ennyien lehetnek a romok alatt. Hajnalban eközben azonnali béketárgyalásra szólította fel Oroszországot Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök. Azt akarom, hogy mindenki megértse, de különösképpen azt szeretném, ha ezt Moszkvában is meghallanák. Eljött az idő, hogy tárgyalóasztalhoz üljünk, hogy beszéljünk egymással. Eljött az idő, hogy visszaállítsuk Ukrajna területi épségét és igazságot szolgáltassunk. Ellenkező esetben Oroszország olyan károkat fog elszenvedni, amelyeket generációkon keresztül nem tud majd helyrehozni, fogalmazott az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij azzal vádolta meg az orosz hadsereget, hogy szándékosan elzárja a támadás alatt álló városokat a humanitárius segítségtől. Kijevi források szerint szombat reggel harcok voltak az ukrán és az orosz erők között a dél-ukrajnai Herszon melletti Csernobajevkában lévő repülőtérnél, illetve Mikolaivban. A kelet-ukrajnai Luhanszk megyében szombat reggel 8 órától humanitárius folyosót nyitottak a civilek kimenekítésére és élelmiszer szállítmányok bejuttatására. 4 emberrel a fedélzetén lezuhant egy amerikai katonai repülőgép Norvégia északi részén. A becsapódáskor valamennyien életüket vesztették. Az amerikai tengerészgyalogság gépének tragédiáját még vizsgálják, de beszámolók szerint a baleset idején a környéken rossz volt az időjárás. Az ENSZ adatai szerint az orosz-ukrán háború 4. hetében 6,5 millióra tehető azok száma, akik bár elhagyták otthonukat, de Ukrajnán belül kerestek menedéket. Külföldre fele ennyien, vagyis 3 200 000 mentek. Az ENSZ szerint ez a leggyorsabban növekvő menekültválság a II. Világháború óta. Százával érkeznek a lengyel határra az Ukrajnából menekülők. Többségében nők, gyerekek és idősek lépik át a határt. A szerencsésebbeket rokonok, ismerősök várják. Lengyelországi már 2 millió ukrán menekültet fogadott be.
Sokan csak megpihennek pár napra és tovább mennek egy másik országba. Főleg iskolák tornatermeiben helyezik el őket ideiglenesen. Arról is tájékoztatják őket, mi vár rájuk azokban az országokban, ahova menni szeretnének. Sokan azonban azt se tudják, merre induljanak. A legtöbb nő munkát szeretne vállalni, mert amíg férjeik otthon maradnak, valahogy el kell tartaniuk a családjukat. Ezek a nők Németországba mennének, ám még nem döntötték el véglegesen. Dom is dom. Az otthon az otthon. Egyszer már elköltöztünk Donyeckből Szlavianszkba, és elhagytuk a lakásunkat, de nem menekülhetsz az életed elől. Van otthonunk, és amint minden véget ér, hazamegyünk, mondta egyikük. Romániába is már csak nem 500 000 ukrán érkezett, hogy mosolyra derítsék a gyerekeket, az önkéntesek plüss játékokat osztogatnak nekik. Itt is étellel, itallal várják a nélkülözőket, rengeteg önkéntes és tűzoltó is segít az ellátásukban. Nagyon nehéz eldönteni, hogy maradj vagy menj. 20 napig voltunk abban a rettenetes háborús helyzetben, és minden reggel azzal ébredtünk, hogy ma talán vége lesz, mondta egy 23 éves harkivi lány, aki még nem tudja, hova menjen tovább. A legvonzóbb célország az ukránok számára is Németország. Az odaérkező vonatok mindig tele vannak ukrán menekültekkel. A vasútállomáson segélyszervezetek és önkéntesek várják őket, és mindenben segítenek nekik. A most érkező menekültek teljesen mások, mint a 2015-ben érkezők. Akkor főleg fiatal, 20-25 év közötti férfiak jöttek. Ma már többnyire nők és gyerekek, valamint idős, gyenge emberek érkeznek, feltűnően sok kedvenc házi állattal, mondta a Müncheni Válságközpont vezetője. Németországba eddig 197 000 ukrán menekült jött. Nagy részük maradni szeretne, legalább a háború végéig, ezért a hatóságok már is gondoskodtak a gyerekek oktatásáról. Orosz és ukrán nyelvű tanárok kezdtek el foglalkozni a gyerekekkel, az iskolákban külön csoportokban folyik az oktatásuk. Van egy 20 fős csoport, amely már egy teljes hete itt van, és minden jól működik. A szülők is boldogok, mert lefoglaljuk a gyerekeiket, és így módon a rendszeres oktatás is megoldódik, mondta egy ukrán nyelvtanár. A düsseldorfi iskola reméli, hogy az ukrán menekült gyerekek gyorsan beilleszkednek majd, és hamarosan megkezdődhet az alapfokú német nyelvoktatás is. És hozzánk is nagy számban érkeznek a menekültek. Eddig nagyjából 500 000 jöttek Magyarországra a háború elől. Az ukrán oldalon szolgálatot teljesítő ökumenikus segélyszervezet munkatársai arról számoltak be, hogy a folyamatos robbantások miatt hamarosan újabb és újabb tömegek érkezésére lehet számítani. 3 napot töltött a héten Orbán Viktor a magyar-ukrán határon, így a helyszínről tudta irányítani a menekült válság kezelését. A miniszterelnök most egy újabb videót osztott meg közösségi oldalán. Ezen az látszik, hogy fiatal katonákkal vacsorázik az egyik kantinban. Jó reggel! Szombat délelőtt is kis buszokkal szállították a menekülteket a Beregsurányi segítségpontra. Az ideérkezőknek az előzetes regisztráció után segítenek a szálláskeresésben vagy a továbbutazásban is, de segélycsomagokkal is ellátják őket, valamint melegétellel, amiben a vadászszervezetek segítenek. Ha mi azért tudunk, hogy jöttünk, csináljuk, holnap lesz babgulyás, most már tálkoros ragot csinálunk. A segítségpontra érkező menekültek arról számolnak be, hogy egyre rosszabb a helyzet Ukrajnában. A bizonytalanság miatt pedig tömegesen indulnak el az emberek a határ felé. Hát sokan a mi falunkból már rengetegen jöttek át. A Beregsurányi segítségpont már 20. napja működik, azóta folyamatosan a nap 24 órájában fogadják a háború elől menekülőket. A segítségponton közel 70-80 ember dolgozik 24 órában, ezt beleértem be a Máltai Szeretett Szolgálat itt lévő munkatársai, illetve az önkormányzat és egyéb segítők. Átlagban ennyivel lehet minden nap számolni. Az első napok, az első hetek, az első 2 hét az nagyon húzós volt, rengeteg menekült jött át. Ez pedig már az Áhonyi segítségpont, ahol több mint 160 menekült töltötte az éjszakát. Az ideérkezők többsége a családok férfi tagjai nélkül jött, ezért minden segítségért hálásak. Nagyon magas szintű ellátásban van részünk, nem vártunk ilyen hozzáállást és ilyen pozitív embereket, mondta ez az ukrán édesanyja.
Az átalakított iskolaépületben teljes ellátást kapnak a háború elől menekülők, illetve munkalehetőséget is fel tudnak kínálni a segítségponton. A külügyminisztérium engedélyével van egy szervezet, akik munkalehetőséget tudnak biztosítani Budapest és környékén, nagyobb cégeknél, nagyobb vállalatoknál, szállással egyetemben, és naponta körülbelül egy olyan 30 főt tudnak elszállítani autóbusszal Budapestre. Nem csak a határon, hanem országszerte segítik a menekülteket. Már ukrán nyelven is feltünteti a Magyar Közút az út- és közlekedési információkat a gyorsforgalmi utak digitális tábláin. Ahol három nyelven vannak feliratok, ott a magyar és az angol mellett már ukrán nyelven is közölnek útinformációkat. Először az M3-as autópályán segítik ezzel az Ukrajnából érkező menekültek közlekedését. A háború elől menekülő családokat segítik, de akár játszanak is a gyerekekkel a rendőrök a budapesti pályaudvarokon. Ez látszik a BRFK által közzétett videóban. A budapesti rendőrfőkapitányság és a készenléti rendőrség is folyamatosan jelen van a keleti és nyugati pályaudvaron is. A segítségnyújtásban a rendőrök mellett a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rendészettudományi karának hallgatói is részt vesznek. Az állomásokra naponta több száz menekült érkezik. Közben újra bombázások voltak Nyugat-Ukrajnában, Lviv környékén. Ukrán források szerint a helyi reptér mellett egy repülőgép javító üzembe csapódott több rakéta. Az ökumenikus segélyszervezet több munkatársa is a városban tartózkodik. Arra hívják fel a figyelmet, hogy nagyon sok a belső menekült is Ukrajnában. Amit itt látunk, az a humanitárius krízis, és ezzel foglalkozik is a segélyszervezet. Tehát, hogy alapvetően itt látszik a menekült hullámok érkezése, és nem csak a menekült hullámokról, azokról az emberekről van szó, akik átlépik a nemzetközi határokat, hanem egyre nagyobb szükség alakul ki, és egyre jobban figyelni kell arra, hogy helyben is itt fognak maradni, tehát egy belső menekült krízis is lesz. Éppen ezért a segélyszervezet ugye az elmúlt hetekben felméréseket végzett, és már el is kezdtünk dolgozni. Alapvető élelmiszereket, illetve higiéniás eszközöket osztunk a átmeneti szálláshelyekre. A segélyszervezet helyi vezetője hangsúlyozta, a 1353-as adományvonal tárcsázásával bárki tudja segíteni a háború elől menekülők ellátását. A háború kezdete óta eddig több mint 3 millió menekült hagyta el Ukrajnát, ami az ország lakosságának mintegy 7%-a. Ahogy arról már szó volt, a félmillióhoz közelít azoknak a száma, akik a háború miatt Ukrajna felől, vagy kisebb kerülővel Románián keresztül Magyarországra menekültek. Záhonyból a legtöbben néhány órán belül utaznak is tovább. Kapcsolunk a helyszínre Zépintye Zsolthoz. Zsolt, ma is sokan érkeznek? Jó napot kívánok, üdvözlöm a nézőket Záhonyból, a vasútállomásról. Hát bevallom őszintén, hogy pont szemben van velem az érkezést jelző tábla, és arra az van írva, hogy a csapi vonatnak, tehát ami Ukrajnából érkezik, az 9 óra 43 perckor kellett volna, hogy megérkezzen, de rögtön oda is van írva, hogy késés 150 perc, és ez a helyzet jelen pillanatban, meg is tudjuk mutatni a vasútállomást, hogy szinte ki van ürítve, mert azok a menekültek, akik ide érkeztek az elmúlt órákban, vagy itt töltötték Záhonyban az éjszakát, 160 hatan voltak a Kandó Kálmán technikumban, azok már tovább utaztak Budapest felé, vagy Nyugat-Európa felé, és már csak egy néhányan vannak itt, akik még itt várakoznak. Nagyon érdekes egyébként, hogy Záhonyban nagyon komoly infrastruktúra fejlesztés zajlott. Tehát, hogyha valaki kimegy a záhonyi állomás előteréből, és megnézi, akkor hatalmas sátrakat állítottak fel a különböző egyházi szervezetek, az önkormányzat sátrában a Nemzetközi Vadászszövetség tagjai éppen ételt főznek, ha jól tudom, akkor gulyásleves lesz, az önkormányzat munkatársai pedig meleg teával, kávéval és szendvicsekkel várják a menekülteket, és itt gyorsan meg tudjuk mutatni, hogy egyébként a Református Szeretetszolgálat működtet itt segítségpontot, ő nekik már nemzetközi segítségkoordináló központjuk van, több nyelvű felirat, a németekkel fogtak össze, itt látszik is, hogy a bajorországi testvérközösség segít nekik, ezen a másik ponton pedig, hogyha lekövet a kamera, akkor meg tudjuk mutatni, hogy a zsidó közösségek is fogadják egyébként azokat a menekülteket, akik zsidó származásúak, és nekik segítséget nyújtanak, hogyha kell. De itt van az alapvető jogok biztosának a hivatala is.
információval tökéletesen el tudják látni a menekülteket, fogadni tudják őket. Ez egy nagyon fontos dolog, mert leginkább információra van szüksége a menekülteknek. Egyébként tőlünk nem messze itt az állomás mellett pedig kék sátorban fogadják azokat, akiknek nincs biometrikus azonosítójuk, tehát nincs olyan útlevelük, amiben biometrikus azonosító van. Velük van igazából a legtöbb probléma, hiszen neki különböző dokumentumokat kell kitölteni, megszerezni ahhoz, hogy tovább tudjanak utazni, vagy hogy külföldre, tegyük fel, vízumot kapjanak. Zépintje Zsoltnak köszönjük szépen, és most kapcsolunk Tiszabácsra Pálfi Andreához. Andrea, ott hogyan segítenek, hogyan fogadják a menekülteket, mik a legfrissebbek? Köszöntöm a nézőket, hát még továbbra is Beregsurányban vagyunk, de itt tulajdonképpen a helyzet változatlan. A múlt héthez képest elmondhatjuk azt, hogy amíg mondjuk a múlt héten hét elején szinte 2-3 percenként jött egy kis busz, ami a határól ide a segítségpontra szállította a harcok elől menekülőket, most olyan 5-10 perc is eltelik, mire érkezik egy kis busz. Jönnek tehát folyamatosan, amit a kollégám most éppen mutat, ezek azok a konténerek, fűtött konténerek, ahol azok várakoznak, akikért érkeznek, vagy akik szinte azonnal tudnak tovább utazni, akik egy kicsit hosszúbb időt töltenek itt, akár mondjuk az éjszakát is itt töltik, azok vagy a művelődési házban, vagy a tornateremben kialakított pihenőszobát veszik igénybe. De valóban 20 napja itt az önkormányzattal, Magyar-Máltai Szeretetszolgálattal, a kormányhivatallal összefogva folyamatosan azért dolgozik, hogy minden segítséget megkapjanak, és egyre többen érkeznek külföldről segítők is. Találkoztunk most például japán segítővel, de Olaszországból is érkezett egy csoport, akik adományt hoztak, ők egyébként civil mentőszolgálatosok, tehát ők is segíteni érkeztek ide Beregsurányban. Érkeznek tehát folyamatosan a harcok elől menekülők, most is érkezett egy kis busz, mondtam, hogy most már olyan 5-10 percet várni kell, de továbbra is elmondhatjuk, hogy főként nők és gyerekek, és egyre több idős érkezik, valamint egyre gyakrabban hallunk ismét magyar szót, tehát a háború elején nagyon sokan érkeztek Kárpát Kárpátaljáról, aztán főleg belső Ukrajnából. Most ismét egyre többen érkeznek Kárpátaljáról, hiszen nagyon bizonytalan a helyzet, nem tudják, hogy hogyan tovább, de itt a Beregsurányi segítségponton valóban a nap 24 órájában minden segítséget megkapnak, akár a karitatív testülettől, akár a helyi vagy a külföldi önkéntesektől. Pálfi Andreának köszönjük szépen a tudósítást! Ismét az ukrajnai fegyverszállítás mellett érvelt Márki-Zay Péter, erről írt az Origo. Miközben a baloldal miniszterelnök jelöltje az utóbbi napokban többször is tagadta, hogy a baloldal fegyvereket és katonákat küldene a háborús térségbe, egy tegnap előtti lakossági fórumon azt mondta, idézem, hogyha mi az ukrajnai magyaroknak és ukránoknak adunk fegyvert, akkor azt nem az ukrajnai magyarok ellen fogják használni. Márki-Zay Péter korábban többször is kiállt a fegyverszállítások mellett, illetve arról is beszélt, hogy ha a NATO úgy dönt, akkor katonai segítséget is kellene adni Ukrajnának. Ismét az ukrajnai fegyverszállítás mellett érvelt Márki-Zay Péter, erről írt az Origo. A lap úgy fogalmazott, hiába tagadja Márki-Zay Péter, hogy fegyvert szállítana Ukrajnának, a zavaros nyilatkozataiban újra és újra visszatér a háborús retorikához. Igenis, Ukrajna az egy független állam, és az ukránoknak és az ott élő magyaroknak is joga van megvédeni magukat. Márki-Zay Péter csütörtöki lakossági fórumán kis zomboron ismét azt fejtegette, hogy hazánknak fegyvert kellene küldeni Ukrajnába. A baloldal miniszterelnök jelöltje azzal érvelt, szerinte ezzel védenék az ottani magyarokat is. Ha mi az ukrajnai magyaroknak és ukránoknak adunk fegyvert, hogy megvédjék magukat az oroszoktól, akkor ezt nem az ukrajnai magyarok ellen fogják használni, hanem az ő védelmükben. Az Origo azt írta, Márki-Zay Péter újabb nyilatkozatából is egyértelmű, hogy miközben tagadni és vádaskodni próbál, a baloldal miniszterelnök jelöltje kiáll az ukrajnai fegyverszállítás mellett, és továbbra is háborúba sodorná hazánkat. Önöknek a háborúról is folyamatosan hazudnak. Azt állítják a háborús uszítók, hogy mi küldenénk katonákat vagy fegyvert Ukrajnába. Márki-Zay Péter a kiszombori fóruma előtt egy nappal a közmédiában még tagadta, hogy fegyvereket és magyar katonákat küldene a háborús térségbe. Akár katonait is. Pedig épp Márki-Zay Péter volt az, aki már a háború kitörése előtt katonai segítségnyújtásról beszélt a Partizán című internetes műsorban. Minden módon, amit a NATO eldönt, azon belül a szövetség keretei
keretein belül mindenféle segítséget és támogatást megadhat Ukrajnának. Akár katonait is. Hát, hogyha a NATO úgy dönt, akkor akár katonait is. Hogyha a NATO úgy dönt, hogy akár fegyverekkel is támogatja Ukrajnát, akkor természetesen ezt mi is támogatni fogjuk. Az ATV-ben pedig azt is egyértelművé tette, nem zárkóznál attól sem, hogy Magyarország fegyvereket küldjön Ukrajnába. Álláspontját nem csak itthon hangoztatta, a német Tagesspiegel című lapnak úgy nyilatkozott. A fegyverszállításokat is támogatnám, amennyiben a NATO és az EU így döntene. Mindig a közös döntéseket követnénk. Korábban más baloldali politikusok is arról beszéltek, hogy hazánknak fegyverrel és akár katonákkal is segítenie kellene Ukrajnát. A jobbikos Potocskáné Kőrösi Anita. Nem a gyerekeinket, meg az unokáinkat akarjuk a háborúba küldeni, hanem azokat a NATO szerződés szerinti sorá, vagy milyen hatköteles, hivatásoskat, akinek ez a dolga. A DK-s Rónai Sándor. Nagyon sajnálom a magyar kormány tegnapi bejelentését, miszerint mi nem segítjük 100%-ig ezt a folyamatot, hiszen más uniós tagállamok például fegyverek szállításában segítenek. Miért nem adunk mi adott esetben lőszert? És Gyurcsány Ferenc volt honvédelmi minisztere, Juhász Ferenc is ezen az állásponton volt. Csak úgy, mint az LMP-s Demeter Márta is. Nekünk pedig azt gondolom az ellenzéknek az a feladatunk, hogy megpróbáljuk kikényszeríteni. A baloldal támogató Iványi Gábor lelkész pedig a Népszavában állt ki a fegyverszállítás mellett. Arra a kérdésre, miszerint egyházi vezetőként támogatná, hogy fegyvereket szállítsunk Ukrajnának, azt válaszolta, fogalmazzunk úgy, nem tiltakoznék ellene. Közben Márki-Zay Péter feljelentést tett, mert szerinte álhírek terjednek róla. Nyilvánvalóan katonáknak a küldéséről, magyar katonák küldéséről soha nem nyilatkoztunk. Pedig ő maga beszélt korábban katonai segítségnyújtásról. Akár katonait is. Elindult egyfajta kármentés, hogy így fogalmazzak, hogy megpróbálnak teljesen máshogy fogalmazni, megpróbálnak teljesen más nézeteket hangoztatni, mint tették ezt annak előtte. A baloldal felismerte, hogy a magyar társadalom többsége békepárti, és nem szeretne belesodródni a háborús konfliktusba. Ezért változtatott a kommunikációján. Erről beszélt a Nézőpont intézet elemzője az M1-en. Erdélyi Rezső Krisztián kiemelte, a baloldal amellett, hogy hiteltelenné teszi magát, a kárpátaljai magyarokat is veszélybe sodorná. Elemi érdekein azt gondolom Magyarországnak, és ezt a kormány helyesen mérte fel, hogy Magyarországon keresztül a kárpátaljai, de magyarok által lakott területre ne érkezzenek be se fegyverek, se semmilyen más olyan támogatás, ami magára vonhat esetleges orosz katonai akciókat, mert az a Kárpátalján élő, a magyar, de egyébként ukrán embereknek az életét is kockára teheti. A magyar kormány álláspontja változatlan. Orbán Viktor miniszterelnök többször is megerősítette, Magyarország sem fegyvert, sem katonát nem küld Ukrajnának, mert hazánknak ki kell maradnia ebből a háborúból. Belgrádban tárgyalt a szerb államfővel Orbán Viktor miniszterelnök a reggeli órákban. A megbeszélésen az orosz-ukrán háború volt az egyik fő téma. Ezzel kapcsolatban Orbán Viktor és Alekszandar Vučić egyaránt leszögezte, Magyarország és Szerbia is békét szeretne. Úgy fogalmaztak, országaink érdeke, hogy kimaradjunk a háborúból, mert a háborúban nem lehetséges a gazdasági fejlődés. Akármilyen nehézségek is jönnek, meg fogjuk őrizni a szerb-magyar barátságot. Bilo kakvim sa kakvim teškoćama da se suočimo, sačuvaćemo mađarsko-srpsko prijateljstvo. Meg fogjuk őrizni a békét. Sačuvaćemo mír. A béke épít a háború romból, és mi békét akarunk, és az összes nagy tervünket a nehéz körülmények ellenére az önök elnökével közösen meg fogjuk valósítani. Az ukrajnai háború rámutatott a békés egymás mellett élés fontosságára Közép-Európában, ezért is lényeges, hogy Magyarország és Szerbia történelmi barátságot kötött egymással. Erről már Szijjártó Péter beszélt Belgrádban. A külgazdasági és külügyminiszter fontosnak nevezte, hogy a két ország hozzájárul egymás energiabiztonságához. Hozzátette, a déli földgázszállítási útvonal zavartalanul működik. Mától adhatják le a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok az országgyűlési választásokra a levélszavazatokat tartalmazó borítékokat a külképviseleteken. Ungváron, Beregszászban, Kolozsváron, Csíkszeredán, Bukarestben és Szabadkán is hosszabbított nyitvatartás lesz. Április 2-áig minden nap 6 és 22 óra között lehet leadni a borítékokat. A borítékba, ahogy eddig is volt, mindig van egy kisebb lezárt boríték, abba kell majd beletenni a szavazatokat.
Az idén annyiban más, hogy van népszavazás is Magyarországon, tehát tulajdonképpen két szavazás is zajlik. A parlamenti választásokra és a népszavazásra ezeket kell az emberek eldöntsék, hogy kire szavaznak és mit ixelnek. A népszavazásnál igennel vagy nemmel, a másiknál pedig a pártok közül kell választanak. Átadták a Móra-Halmi járási hivatal új épületét, így nem csak a környéken élők, hanem a határon túli magyarok is modern körülmények között intézhetik helyi ügyeiket. Az új épület 3 szintjén több mint 2500 ügytípusban kaphatnak segítséget az emberek. A 430 millió forintos beruházás átadóján Gulyás Gergely miniszter hangsúlyozta, a kormányhivatali rendszer sikeresen működik. Ma már még az amúgy kellően méltánytalan, a legalapvetőbb igazságokat is elvitató politikai viták során sem kérdés az, hogy a kormányhivatali rendszer beváltotta a hozzáfűzött reményeket, jól működik, és valóban a polgárok megelégedésére intézi a közügyeket. Folytassuk a koronavírussal kapcsolatos hírekkel. Romániában valamivel több mint egy hete oldották fel az összes járványügyi korlátozást. A számok viszont azt mutatják, hogy lassul a koronavírusos esetek számának csökkenése. Éppen ezért az egészségügyi miniszter azt kéri az emberektől, hogy tartsák be az óvintézkedéseket, akkor is, ha azok már nem kötelezőek. Bukarestből Bot Eszter tudósított. Vélhetően pont a lazításoknak tudható be az, hogy látványosan lelassult az esetszámok csökkenése Romániában. A korlátozások feloldása előtt általában 40-50%-kal csökkentek az esetszámok a kéthetes mozgó átlaghoz képest. Ez az utóbbi héten 10% alá szorult, sőt olyan nap is volt, amikor már emelkedett a fertőzöttek száma. Szlovéniában már második heten nő a koronavírussal fertőzöttek száma. Az elmúlt egy hétben naponta átlagban 2500 új fertőzöttet regisztráltak. A növekvő esetszám ellenére jelenleg stabil a helyzet a kórházakban. Lendváról Magyar Lovrics Mirjana tudósított. Ez a nagyszabású enyhítés lehet az oka annak, hogy március 7-től folyamatosan nő a napi új esetszám. Az elmúlt egy hétben naponta átlagban 2500 ember kapott értesítést arról, hogy a koronavírus tesztje pozitív eredményt mutatott, de volt olyan nap is a héten, amikor az új fertőzöttek száma meghaladta 4000-et. Az illetékesek most azzal nyugtatnak, hogy a járványgörbe fölfele ívelése várható volt, és hogy a közelgő tavasz, vagyis a meleg idő beállta fogja a reményeik szerint meghozni a stabilitást az új esetek terén. Horvátországban újabb enyhítésekről döntött a kormány, növelték a rendezvényeken résztvevők létszámhatárát, meghosszabbították a vendéglátóhelyek nyitvatartási idejét, valamint eltörölték a diákok tesztelési kötelezettségét. A maszk viselésére vonatkozó rendeletet azonban nem függesztették fel, zárt térben továbbra is kötelező marad. Beutazáshoz pedig továbbra is oltási igazolást, illetve negatív koronavírus tesztet kell felmutatni. Zágrából Kriák Krisztina jelentkezett. Azokon a rendezvényeken, nyílt és zárt térben egyaránt, amelyeket COVID-igazolványok felmutatásához kötnek, nem lesz többi létszámkorlátozás. Azokon a nyilvános rendezvényeken pedig, ahol nem kérnek védettségi igazolást, nyílt térben a korábbi 100 helyett 200-al lehetnek jelen, zárt térben 50 helyett 100 fő a jelenlévők számának felső határa. Megszűnik a COVID-igazolványok bemutatásának kötelezettsége zárt térben az amatőr kulturális és művészeti előadásokon, valamint vásárokon és egyéb gazdasági turisztikai rendezvényeken. Itthon erősödött az influenza járvány. Van olyan Baranyában, van olyan óvoda Baranyában, ahol minden második gyerek és dolgozó elkapta, egy Fejér megyei iskolában pedig minden negyedik tanuló, illetve tanár megbetegedett. Égnek a vonalak ebben a győri gyermekorvosi rendelőben már napok óta. A legtöbben lázra, ízületi fájdalomra és torokfájásra panaszkodnak, influenzás tünetekre. Akik már jobban vannak, azok jöttek csak el a rendelésre. 28-an vannak egy csoportban, hát a múlt héten is csak 7-en voltak, és azóta most már egy hetet volt óvodában, most megint itthon van, megint köhög, megint fullad. Egyre gyakoribbak a hasonló megbetegedések a térségben. Az orvosok szerint a tüneti kezelés a legtöbb esetben gyorsan enyhíti a panaszokat. Ez egy vírusfertőzés,
tüneti terápiára van szükség, és lényegi gyógyszer a tüneti gyógyszereken kívül más nem szükséges, tehát lázcsillapító, orspré, és a köhögésre pedig köptető. Országszerte erősödött a járvány, a Nemzeti Népegészségügyi Központ adatai szerint március 7-e és 13-a között csak nem 21 ezeren mentek orvoshoz influenza-szerű tünetekkel, 11%-kal többen, mint egy héttel korábban. Az, hogy erősödött az influenza, az egyrészt a klinikai kép és a virológiai adatok alapján jelenthető ki, hiszen a betegek száma is nőtt, illetve elmondható, hogy ebben a szezonban a 10. héten diagnosztizáltuk a legtöbb, azonosították a legtöbb vírust. Az influenzát a 3 és 14 év közötti gyerekeknél mutatták ki a leggyakrabban. Megrázó történet következik. Meghalt egy 5 hónapos kislány egy 17. kerületi anyaotthonban. Az eddigi adatok szerint a rendőrök ma hajnalban 17:30 körül kaptak egy értesítést, hogy a csecsemő szülei a velük egy ágyban alvó babát az ágy mellett álló vízzel teli felmosóvödörbe esve találták. A gyermek életét már nem lehetett megmenteni. A rendőrség gondatlanságból elkövetett emberölés miatt indított nyomozást. Az interneten is felvette a harcot a rendőrség a kábítószerkereskedőkkel. Az online térben zajló üzletkötésekről a Nemzeti Nyomozó Iroda speciális egységei gyűjtik az információkat, amiket aztán nemzetközi rendőri együttműködés keretében használnak fel. A magyar rendőrök az év eleje óta már több mint 200 kiló drogot foglaltak le. A Darkneten, vagyis az internet kereső programok elől elrejtett részén megrendelt és nemzetközi postai küldeményként Magyarországra érkezett kábítószert foglalt le a Nemzeti Nyomozó Iroda februárban. A több helyszínen egy időben végrehajtott rajtaütésben 3 dílert fogtak el. Az akció eredményeképpen a rendőrség több mint 30 ezer adag kábítószer fekete piacra kerülését akadályozta meg. Ha ezek a szerek kint vannak a piacon, akkor a vásárlók megtalálhatják őket, a vásárlók találkozhatnak vele, tehát veszélyben vannak. A rendőrség szerint a kábítószer dílerek számára soha nem indult még ilyen rosszul az új év, mint az idén. A legnagyobb ügyekben az idei évben mintegy 200 kg különböző szintetikus és más anyagokat is lefoglaltunk. Körülbelül 20 elkövető, 20 gyanúsított van ezekben az ügyekben, de várható az, hogy növekszik a számuk. Az elfogott dílerek között van egy 35 éves budapesti férfi és 31 éves élettársa is, akik több mint 3 éven keresztül árusították a kábítószert ebben a 7. kerületi társasházban. Bérelt lakásukban fél kiló amfetamint, valamint kokaint és marihuánát is lefoglaltak a rendőrök. Az ügyészség már vádat is emelt a pár ellen. A fővárosi főügyészség a férfival és a nővel szemben jelentős mennyiségű kábítószerre elkövetett kábítószerkereskedelem büntette miatt nyújtott be vádiratot a bíróságra, és velük szemben végrehajtandó fegyházbüntetés kiszabására tett indítványt. A főügyészség emellett pénzbüntetés kiszabását és vagyonelkobzást is indítványozott. A férfi és a nő hasonlóan a szintén jelentős mennyiségű kábítószerrel kereskedő társaikhoz a BTK szerint akár életfogytig tartó fegyházbüntetést is kaphat.